hát az kilóg a földből, igen. Szép is marad egy darabig. Talán a hó se esik örökké, még ha tél is van. Ez ilyen mustra is a gazda szemével, akkor kellemes te hasznossal? Hát ma már voltam itt. Ma már voltál? Hát nem vagyok egy indián nyomolvasó, de nem látom, a eltakarja a hó. Persze. Ja, persze, persze. Azért még dolgozik a, azért még dolgozik a növényzet, a retek. Mondom, megnézem már milyen a retek, de szépen kilátszik a hóból. Ez télen is használható lesz, vagy? Hát szedjük még fel. Aha. Ez már nem a tavaszi retek, ez még a téli. Hát ez már a harmadik hullámú vetés. Harmadik hullám. De lesz később is lehetőség arra, hogy ha most elolvadom, akkor nekünk is maradékot kiszedjük még. De addig bent tartjuk még lehet. Marad benn zöldség is? Igen, zöldségsában éve, akkor bóréhagyma, ott a végén lehet látni. Aha, igen, tényleg. És akkor az a harmadik, amiről beszéltünk, az a harmadik vetés az. Ott a bóréhagyma, igen. És akkor harmadik vetés, ez már lassan Dél-Afrika, nem? Ott kétszer születelnek csak, itt meg háromszor vetnek. És legalább ugyanannyiszor születeltek. És ugye a hagyományokhoz hímet. A mellékelt ábra nem azt mutatja, hogy mert több a hó, mint arra felé, de azért. A hagyományokhoz híven ugye, akkor a Márton napra ugye elszámoltunk mindennel, ha lehet így fogalmazni, és Ferenc napra meg a földeket is teljesen bedugtuk. Az december 3, ugye? Így van, tehát ja. Éppen végeztünk. A különleges dátum, Szent. Így van. Kezdődik ugye Szent Györggyel, április, vagy még korábban. És jó sikerült tényleg a földeket elkészíteni tavaszra, hogy elrakni télire, ha szóval így fogalmazni. Nyugovóra helyezni, hogy tenni. A komposztálást sikerült befejezni időre. Úgyhogy igazából csak ezek maradtak. A komposzt az itteni zöld hulladékból? Igen. Azt a zöld hulladékot, ahogy kérték, azt meg visszaforgattuk a földbe, és ez nagyon nagy előny volt nekünk. Úgyhogy aki szeretett volna bármilyen minőségű erősítőt bevinni a rendszerbe, a földekre, azok mind belekerültek, úgyhogy ez nagyon jó. Aha. Tavasszal meg ugye kezdjük előről, és akkor lehet hozni bármilyen granulátomot, lehet hozni bármilyen pótszert, műtrágyát, talajerő utánpótlást. Lehetősége, és mindenkinek ez teljesen szubjektív. Aha. És mindegyiket teljesen. Saját földjét azzal kezeli, vagy javítja, mivel szeretné. És akkor hadd kellemetlenkedjek egy kicsit. Ott arrébb volt egy elhanyagolt paradicsomföld, még mindig zöld valami ott. Előkerült annak a gazdája? Természetesen, hát előkerült a gazdája úgy, hogy mi gondozás alá vettük, és már gazdát vagy a földet? Hát a földet, elsősorban természetesen a földet, nem biztos, hogy mindig sikerül mindenkinek időbe kijönni. Volt igen, aki telefonált, hogy betegség és sok minden másról kifejezik, nem tudok kijönni a kertbe. Főleg idősebb emberek, ugye? Így van, és engedélyt kaptunk rá, így szóban engedélyt kaptunk rá, hogy avatkozunk be, hiszen tehát nem tudjuk megvárni azt, hogy mielőbbi gyógyulást kívánunk neki természetesen, de amikor dolgozunk, akkor a természet az saját ritmusában dolgozik, és nekünk azt igényben, tehát azt ki kell használni. Igen. És erre mondtam az előbb is, hogy tényleg sikerült így a nagy csapadék a nagy havazás előtt a földet. Én azt mondom, hogy nagyon jól kijött minden, a termés is nagyon jól kijött idén, nem panaszkodhatunk természetesen, ez a sok kertbarát nagyon szorgalmasan dolgozott, és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, természetesen ez nem kérdés, és én azt mondom, hogy a barátságban, a jó indulatban, és nem utolsó sorban, szóval ilyen csúnyán fogalmazni, ezek után tonnában mérhető amit a kert és a kertbarátok munkájuk által és sok minden más által nyújtotta a kert.
hiszen úgy meg voltak elégedve azok, akiknek hittük, akik kapták, hiszen ekkora mennyiséget az 5 év alatt még nem sikerült betermelni. Ez mennyi tonna volt, azt most hagyjuk szerintem, így mert van. Az ember úgy tudja, hogy mennyi egy tonna a répa, hát az jó sok. Nem csak répa, hát természetesen más is volt, persze. Igen. Tehát ez vegyesen. Igyekeztünk változatosan, és mindig úgy a maga a begyűjtés, illetve a vetés, és minden más úgy kalkulálunk, hogy ne úgy legyen, hogy tényleg sütőtökből lesz egy ilyen 500 kiló, és akkor ezt most mindenki azt tegyen, mit tudom, hány hónapon, héten keresztül, hanem tényleg változósan, és ebben zöldség, sárgarépa, a lila hagymától a sok minden másig megtalálható volt. Termelők együttműködtek. De én azt mondom, hogy büszke lehetek a felbarátokra, és nem utolsó sorba tegyem hozzá a kollégáimra, hiszen azért joggal lehetek büszke, hiszen három ember az kezemunkája, és nem csak itt, hanem ugye a Bardagon is, ez nem kérdés, és ahol bárhol bevethetők vagyunk, de visszatérve a kertre, azt mondom, hogy ha nem az a csapat van itt, akik, és nem úgy állnak hozzá, és mondom, hangsúlyozom, mint a kertbarátok is, tehát szívvel, lélekkel, akkor ezt az időbe való kertművelést, és visszatérve nem mondunk tonnát, de ezt a mennyiséget, amit megtermelt a kert, megtermeltünk közösen, azt nem tudtuk volna hozni. És hová is vittétek ezeket? A családsegítő központ. Milyen a kapcsolatotok velük? Tehát baráti, vagy üzleti? Hát nem üzleti, mert nem kértek el szolgáltatást. Hogy szeretett ünnepek közöttével gondolom szívesen gondoltok rájuk. Nem csak zöldségeket külditek. Így van, ez a másik, és én azt mondom, hogy amikor ők jön az ünnep, akkor tényleg nem felejtik el a bolgárkárt dolgozó, hogy sem köztük, természetesen engem sem, és nagyon kedvesek, aranyosak, mindig meglepnek valami kedvességgel. Senkit nem akarok kihagyni, aki a bolgárkárt bármilyen módon és lehetőségéhez mérten tett és segítette. Csak annyival, hogy egyszer elmondta valakinek, hogy ez egy jó dolog. Még te az önkormányzatnak úgy általában, hogy lehetővé tette, hogy ez a így van, kert itt, nem tudom, 5 éve létrejön, vagy mikor? Jó régen már. 5 éve? 5 éve, ugye 5 éves. Én azt mondom, hogy tényleg aki, és nem kiemelve senkit sem lehetőség szerint, de tudja mindenki, hogy... Nem, hogy személyi kultusz legyen a végén. Így van, de hogy az önkormányzattól és sok minden más, akitérrel bármilyen módon tehát támogatta és segítette. Mondom, csak annyival, hogy látta, és eljött, megnézte, és tovább vitte a bolgárkát hírét, ahonnan is jár a köszönet. Akkor most, ha elolvad a hó, ahogy említetted az elején, nem dőltök hátra otthon a karosszékben a kandalló mellett, hanem elő megint a szerszámokkal. Igen. Hát a gépek most egy kicsit pihennek, ugye most ugye a kaszálások bementek. Jók a gépek, tehát jó karban. Kiváló karbantartáson mennek keresztül, és itt az ideje ennek a téli munkának. Most még az etort még nem tudtuk hazavinni, mert az idő itt fogta, de visszük a műhelybe, és akkor annak állunk neki, meg a kéziszerszámoknak, és minden, amivel dolgoztunk, hiszen annál jobb nincsen, amikor tavasszal nincsen gép probléma, és minden futószalagon, szóval így fogalmazni ilyen csúnyán, akkor működik és megy, és nem kell megállnunk egy hétre, kettőre, azért, mert a gépekkel nem tudják azt, amit tudni kell. Ilyenkor van az ideje, és akkor legyen az utolsó, az etortól a kalapácsig azért mindent rá tudjuk állni. Most itt ugye három segítőd van, ha jól emlékszem. Igen. De nem csak ez a munkájuk, hanem a város más. Ahova hívnak bennünket. Kirendelnek benneteket. Hívnak. Hívnak bennünket, az nagyon fontos, és ha időnk engedi, akkor megyünk, ha nem, akkor megszorítunk rá. Nem biztos, hogy azonnal, de instrukcióba veszük, azt mondjuk fogalmazni. Hát akkor, ha lehetőséged lesz rá, áldott békés karácsonyt kívánok a munkatársaidnak is, neked is elsősorban persze, és minden kistermelőnek, aki itt igazán kiveszi a részét a munkából. Gondol, az egész város így gondolja, de most én vagyok itt véletlenül. Én is viszont kívánom tényleg még egyszer a kollégáknak és a önkormányzati dolgozók és az egész Ajka városának természetesen, és nem utolsó sorban neked, hiszen neked sokat köszönhet. Neked sokat köszönhet. Jó, neked sokat köszönhet a...